Oké, lassan elkészülök a mai munkámmal, amit én kitaláltam magamnak. Nem sok, de pár apróság van benne. Például itt van egy 2-2-es cerka, van benne egy valami vacak LGP. Ezt így elejtelezzám, hogy közben titeket is foglak, meg ezt a vackot is foglak. Na jó, szóval ez a helyzet éppen. Nem tudom ezt mennyire látni, de elvileg felismerhetőek külön a gépházak. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 11 darab számítógép van teljesen kész. Annyi hiányuk van, hogy még fel kell telepíteni őket. De mind a 11 azonnal indult, tehát hibátlan. Csak egy vinyó hiányzik mindegyikből. Az a 4 az még, ott 4 van. Tehát az a 4 az még mindig nem nagyon lett bevizsgálva. Itt van még egy pár üres ház, amiben egy-kettőben még van táp. Itt vannak olyan CD olvasók, de mindegyikben DVD-t szerelünk, hogy ez kuka. Az egyik tápom elszállt, az sajnos meghalt, és kaptam egy ilyen idétlen lemezt. Sajnos nem tudja beolvasni semmi, úgyhogy ez egyelőre kuka. Most azért kezdtem el a videózás, mert közben pakolok össze, és itt van egy nagyobb monitor. Igen, ez a monitor az egy érdekes dolog, közben itt dobáljuk ki a könyveket. Ezek voltak az alátétek. Van egy Kazal 256-os memóriám, természetesen azoknak egy nagyon nagy része majd megy a szemétbe. Itt vannak a trocik. Ezeknek nagyon nagy része természetesen hibátlan. Főleg Celeronokról beszélünk, mert kettő magas Celerono 1.8-as, mit tudom, ilyesmi. Na, itt is van egy ilyen DDR csomag. Ez egy kettes, meg hát, jó, nincs a hármason. Ez egy darab hármas van, és nem működik. Ezt mondom, nincsen kiixelve, de majd ki fogom mixelni. Oké, szóval kaptunk egy ilyen nagyobbnak mondott 20-valányos monitort. Itt van a matricája, erről elvileg el tudjátok olvasni, mi a franc ez. Asus Tech Computer, V akármint, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy csak D-subot tud, tehát nem tudja a DVI-t, hanem csak a sima véget tudja. A felbontás az 1366x768, tehát ennél nagyobbat nem nagyon szabad várni tőle. Továbbra is ez a test monitor, ez a hangszórós. Szóval föllépett egy kis hiány. Van egy kis hiányunk. Ne felejtsük el, hogy a számítógépekből 80. Na, az itt a monitorok helye, jó? Ez a monitorok helye. Nincs. Ezek a gépek, amik itt alul vannak, ezeké még mindig nem jöttek a rászorulónak mondott családok. Ez egy, kettő, három komplett gép, ez azonnal vihető, azért van ide bekészítve. Ezt a vacak. Háromat oda szépen berakjuk ide alulra. Nincsen füle, tehát nem lehet fogni normálisan, meg mit tudom én. Így. Tessék. Na, akkor most van egy LCD-m, ami olyan kicsi felbontású, mint egy laptop. Mindegy. Ez kukában nincs semmi. Na, a következőkből van hiány. Monitorból. Vinyóból. Mert ezeknek a vinyóknak egy része sajnos nem működik rendesen, ezt még be kell tesztelni. És család, jó? Tehát olyan családok kellenének, bocsánat, hogy belógott az ujjam, olyan családok kellenének, amik elviszik a gépeket, amik már kész vannak. Ez itt tök jó lenne, nem? Az így jó lenne, igen. Ennyi lett volna a videó így mára, már akit ez érdekel. Ja, vettem új légfrissítőt. De hogy legfrissítő, ez csak sűrít a levegő. Na, ez a helyzet, hogy most van ennyi gép teljesen kész, csak vinyó kéne bele, az nem nagyon van, monitor nincs, meg család nincs, aki elviszi a kézgépet. Na, ez volt a gyors helyzetjelentés. Összesen 5 darab DVD íróm van, az a kettős hatás, de azokat le kell tesztelni, mert marhára nem biztos, hogy működnek. Ezt így ennyi, jó? Hogy én is itt vagyok. Nem akartam itt így föltartani benneteket, csak gondoltam, betolok még egy ilyen videót, mert hát lassan azért haladnánk tovább, tudod? Becsukom az ablakot. Rövidesen jön a tél, és egy kicsit szarul.
Szóval ödes jön a tél, azt el kell gondolkoznom még a fűtésen is, hogy hogyan akarok majd fűteni. Ez a szellőztető. Ez a ventilátor, azt most kicsit kikapcsoltam. Szóval az a lényeg, hogy most már tudjátok, hogy ja, meg nincs egér. Igen, ugyanis úgy van, hogy ez billentyűzet, ez egy PS2, ez egér, egy PS2. Az ilyen USB-s vackókat nem, ez mondjuk pont egy jó, de ezeket nem nagyon jó. Itt is van egy jó pár, ami nem akar működni, és van egy pár, ami meg igen, úgyhogy rengeteg válogatási munkám van. Légy szíves, könnyítsétek meg a feladatom, hogy ezeket a dolgokat hozzátok, jó? Egér, család, vinyó, mit tudom én, ilyen dolgokat, amit az előbb mondtam. Jó? De a legfontosabb az lenne, hogy vigyék már el a gépeket, mert még mindig itt van. És már augusztus 20-a van. Vagy augusztus? Hülye. Október 20-a. Na, mindenkinek jó éjszakát, aztán álmodjatok ingyen gépekkel.